Szeptember 1-én megkezdődött a jelenlegi parlamenti ciklus utolsó ülésszaka. A tapasztalat szerint ilyenkor az újraválasztás a pályázó honatják mindent az utóbbi célnak rendelnek alá. Ettől tartanak az RMDSZ honatjái is. Az első plenáris üléssel elkezdődtek az őszi parlamenti ülésszak munkálatai a szenátusban. Táncos Barna RMDSZ-es frakcióvezető elmondta, a következő hónapokban a kataszteri visszaszolgáltatási kérdéskörre figyelnek, illetve a helyi közigazgatásban dolgozók fizetésének méltányos szintre emelését célozzák. Ugyanakkor a választási, populista célú kezdeményezések és az ilyenkor rendszeresen megsokasodó magyar ellenes kezdeményezések visszaverése a cél. Mindig ott kell lenni, főleg a szenátusban, a tanügyi törvénnyel, a helyi adminisztráció törvényével kapcsolatosan visszautasítani azokat a magyar ellenes törvényeket, amelyekből sajnos nincsen hiány, és heti rendszerességgel érkezik egy-egy ilyen törvénytervezet. Ezekre oda kell figyeljünk, hogy ebben a periódusban, amikor a részvétel is sokszor gyenge, amikor elcsúszhatnak különböző problémák, akkor nehogy véletlenül átmenjen olyan törvénytervezet, amely magyar ellenés. Választások előtt semmi jót nem vár az ülésszaktól, mondta Márton Árpád képviselő. Van az RMDSZ-nek számos törvénykezdeményezése, azonban elfogadtatásuk nagyon nehéz lesz, különösen azoknak, amelyek a kisebbségi jogokra vonatkoznak. Külön törvénytervezetünk van az igazságszolgáltatásban, az egészségügyben, a nyelvhasználatra, az ártatlanság védelmére, ami most uniós direktíva, gazdasági élet fellendítésére. Számos ilyen törvénytervezetünk van, amiből reméljük, hogy egy párat, hát ha sikerül elfogadtatni. Nagyon fontos, tette hozzá, megakadályozni a közigazgatási átszervezés tervezett végrehajtását, amely a legveszélyesebb kezdeményezés a magyar közösség szempontjából.